Németh Csaba a kórház főigazgatója a megnyitóban arról szólt, a mindennapi gyógyítás mellett kiemelkedően fontos a kórház megítélése szempontjából a tudományos munka. Én a kórháznak a hosszú távú jövőjét látom a tudományos munkának a biztosításában. Tehát nem elég az, hogy a mindennapokban hozzánk fordulókat ellátjuk. Nem lehetünk egy elszigetelt sziget az országnak és a gyógyításnak a térképén. Be kell tudnunk kapcsolódni azokba az országos szakmai áramlatokba és munkaközösségekbe, amik az országban egy-egy adott szakmának, például most a gyerekgyógyászatnak vagy gyerektüdőgyógyászatnak a rugóit mozgatják. A kongresszuson a súlyos asztmakezelés lehetőségeiről is szó volt, amit a hagyományos tabletta és spray helyett injekcióval végeznek. Azt is megvitatták a szakemberek, hogy nem csökken, hanem nő a légúti betegségek, különösen az allergiások aránya. A környezetünk a szennyezettebb, és hát ilyen szempontból a légúti allergiákban nagyon jelentős a légszennyezettségnek a jelentősége. Magyarország ilyen szempontból a Kárpát-medence nagyon-nagyon rossz szituáció. Gyakorlatilag megülnek a szennyezőanyagok, még a kiemelkedő területeken, tehát még a mecsek területén is. A Balassa János kórház főorvosa arról tartott előadást, mivel lehet elejét venni a súlyos allergia kialakulásának. Ezt a bőrszárazságot már születéstől kezdve megszüntetjük rendszeres testápoló használatával, akkor legalább 50%-kal csökkenthető az allergiának és az allergiás betegségeknek a kialakulásának a valószínűsége. Az allergia, az asztma az emberek legalább 10%-át érinti. Egy pár évvel ezelőtt Tolna megyében készült felmérés szerint az asztma a gyerekek 9%-át, a szénanátha az iskolások 35%-át, az ekcéma a diákok 17%-át érinti.